Tudtátok, hogy van egy kapibara kávézó? Ez itt a Napibara, kapibara tények naponta. Tokióban található egy kapibara kávézó, aminek igazából a lényege az, hogy kapibarák között ihatod a kávédat, illetve mindenféle hasonló dolgokat. Ezért óránként kell fizetni, szóval szerintem mindenképpen amúgy megéri, ha esetleg Tokió közelében érsz, akkor mindenképpen elnéznék a helyedbe. 12 év alatt csak szülővel lehet bemenni, illetve 6 éven aluliak nem mehetnek be, szóval sajnálom, hogy esetleg valaki annál fiatalabb, akkor ti nem mehetek be, vagy csak szülőkkel. Kávézó teljes kapacitása 20 fő, tehát annál többet nem tudnak beengedni, illetve nem foglalás alapon lehet jönni, hanem mennyi oda, az vagy lesz, ami lesz. Ha már befizetted azt az egy órát, akkor egy italt rendelhetsz egy emberre igazából. Az üzleten belül igazából kapibarákat ezeshetsz mindennel, répával, bármivel, miközben szülcsölgeted a kávédat, és lerakhatod a cuccodat igazából a második emeleti szekrénybe, és ennyi.